A társaság OK 40. évfordulóját ünnepli, minden évben juniális tartunk, de ez az idei, mint évfordulós, így egy életfát állítottunk Balogh Mihály Fafaragó művész révén, aki ezt az alkotást ide elkészítette, és erre a fára egy résztáblában az elhunyt vadásztársak nevének a neve lett bekarcolva, és végülis az ő hozzátartozóikat is láttuk ezen a napon, és hát a korábban kilépett vadásztársakét és a jelenlegi 48-as vadásztársaságunk tagsága ünnepel ezen a jubiláló 40 éves évfordulónkon. Ez igaz, önök vadászháza itt, ahol igen, igen. És akkor eddig itt nem volt ez az emlékjel, ez egy újdonság? Ez most került ide, ez az emlék, ez az életfa. Most állítottuk, egy hete került ide. És most hány év került rá? 23 elhunyt vadásztársaság. Tehát amióta megvan a vadásztársaság, azóta az elhunytakat mind most szerepeltetik rajta? A Bazitai Fecske Vadász Egyesület a II. Világháború után alakult, abból a Ruhagyárvadásztársaság 65-67-ben, és 75-ben vette fel a Nimrod Vadásztársaság a nevet. Így tulajdonképpen a Nimrod Vadásztársaság alakulása óta tagjaink voltak azok neve. Igen.